Vértócsa jelzi, az aszfalton holgázolták el délelőtt az idős férfit. A súlyos sérüléseket szenvedett nyugdíjas eszméletlen állapotba került a gázolást követően. A mentők kiérkezésekor tért csak magához. A kiérkező mentőegység földön fekve találta, de akkor már kontaktusképes volt. Az első vizsgálatok szerint koponyasérülés szenvedett, illetve mellkasi sérülés szenvedett. A későbbiekben részletes vizsgálatnál, illetve a kórházi eredmény szerint agykoponyacsontörést, illetve bevérzéseket szenvedett. Az ütközés közben berepett az autó szélvédője, és letört a tükre is. A balesetet okozó járművet egy idős nő vezette, alkoholt nem fogyasztott. Az elsődleges információink alapján a bácsi 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. Orvosi ellátása jelen pillanatban is tart. A székesfehérvári rendőrkapitányságon büntetőeljárás indult a baleset körülményének kivizsgálására. A közeli bolt tulajdonosa azt mondja, mindennapos a kereszteződésben, hogy az autósok nem veszik észre a szabályosan közlekedő gyalogosokat, bár nem feltétlen a saját hibájukból. Rosszul belátható a szóban forgó kereszteződés. Csodálom, hogy még csak ennyi baleset volt itt. És egyébként ez gyakori eset, hogy így rá kell fékezniük az autók? Igen, ez egyértelmű. Ez, aki itt jön, megy, az mindenki majd tanúsíthatja ezt a dolgot, amit én mondok itt most. A most gázoló sofőr ellen eljárást indított a rendőrség. A súlyos sérüléseket szenvedett férfit jelenleg is a kórházban ápolják.